Világos! Balatonfüred! Oda nem megyünk most, megyünk Zamárdiba, yeah! Szóval, úton vagyunk Zamárdiba, és most ismét úton vagyunk, mert most már nem csak ilyen kettővel raszolunk. Félelmetes, szakítjuk az aszfaltot 120-szal, óriási sebességgel haladunk előre. Úgy érzem magam, mint hogyha egy ilyen Millennium Falconba ülnék az előző helyzethez képest. Óriási. És pont napra mentem a... Úgyhogy nem sokára nem vagyunk. Sziasztok! Sziasztok! Nem, tegnap előtt azelőtt azért találtunk egy szállást egész Balatonon, szó szerint egész Balatonon mindent próbáltunk, északi part, déli part. Tehát tényleg már majdnem ott voltunk, hogy elmegyünk valami teljesen 50 km-es távolságba, aztán, hogy visszajövünk. Tehát azért nem találtunk egyáltalán semmiféle szállást, mert hogy ez egy kánikulás hétvég, amikor nincs fesztivál. Úgyhogy reggel, amikor fölébredtünk, mivel azt mondták, hogy 36 fok lesz, és hasonló, hogy lágyan meglepődtünk ezen. Konkrétan szakadó eső, 19 fok. És a Velencei tavon meg ragyogó napsütésen is megy a Flintstone kupa. Mostanában röpi. Úgyhogy szerintem lassan elkezdem majd mondani a Bentinek. Babuká, megyünk át a Velencei túra. Úgyhogy szerintem ez lesz a vége. Itt vagyunk Balatonfüreden, kivéreltünk egy vízibiciklit, hozzátartozik a balatoni léthez, hogy az ember vízibiciklit bérel. Most ki fogjuk próbálni a dómot a GoPro-hoz, nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Nézzük! Szia! Hello, Berti! Nyilatkozz! Nyilatkozzak! Itt vagyunk lent a Balatonnál, végre valahára kisütött a nap, tökéletes az idő. És mindjárt kipróbáljuk a dómot, bármit is jelentsen ez. És szerintem mindjárt fogok egy fél estét a vízben. Na, lássuk. Oké. Okay. Na, ez most nem. Ahhoz azért egy kicsit hívó. Egyébként... Most jövünk mi kéknek vízbe, Jézusom! Oh my god! Oh my god! Finyó, nem tudod mi a dom? Akkor elmondom! Egy olyan fotókiegészítő, aminek a segítségével kiváló osztott képeket, videókat készíthetünk egyszerre a víz alatt és felett. Azonban, amit megtanultunk a Balatonnal kapcsolatban, hogy nem a legjobb terep arra, hogy teszteljünk egy dómot, és nem látsz semmit egyáltalán a víz alatt, legalábbis semmit, ami 10 cm távolabb van. Nagyjából annyit tudunk mondani, hogy a 60 és 100 euró között van, mérettől, illetve gyártótól függően, alapvetően online hozzáférhető, leginkább külföldi oldalakon. Csúszdázás! Nem fér bele a seggel! Álljátok meg, lecsapjuk! Ó, a segítség!
Na, leteszteltük a teleszínnek a dómját. Itt a Balatonon először. Meglátjuk a videókból, hogy hogy szerepel. Itt látható mögöttem a vizes VV-nek a tribünje, illetve Babu és Pinyó, ahogy a 45-ös számú forradalmi színű, gyönyörű, narancssárga és sárga vízibiciklire fölmászik lassan, pontosabban Babunak meg sikerült utána ül. Mi meg lassan előkerülünk, hogy a felső oldalára. Azt tudtuk meg, hogy van itt egy oroszlán, és ettől függetlenül az sírálja az a fejére. Áld. Hát, megint eljött a vége a napnak. Még nem értünk át Velencére, de megtaláltuk ezt a gyönyörű napraforgó földet. Eszméletlen szép naplementével. Úgyhogy Babu éppen csinálja a videókat. Nagyon vagány lesz. Végül sikeresen ide értünk a Laciékhoz. Nagyon jó fejek, a menősök. Velencén. A csajok már héderelnek lazán itt a kis üzékbe, kis székecskékbe. Készül a kaja. Nagyon jól néz ki. És hát itt van a helyi őrült is. Morgan. Aki még túl fiatal mindenhez, úgyhogy mindenbe belerakja az orrát és az összes egyéb testrészét. Kőkeményen. Illő és megfelelő lezárásaképpen vörös, szétégett testtel megnézzük a Valerian című filmet. Itt vagyunk a moziba, nagyon jó lesz, reméljük. Úgyhogy föltankolunk kellő mennyiségű szemétkajával, és ezt mind magunkba tömjük. Gumicuci! Gumicuci, popcorn, minden, ami kell. Sziasztok! Sziasztok! Hát egy ilyen naplemente van jelenleg. Ez lesz a végszó ennek a hétvégének. Hát kár, hogy ilyen hamar vége lett.